SMS, Viber számunk, nyugodtan írjátok meg, akár ha van ilyen, hogy ti hol hallgattok bennünket, nagy örömmel veszük az élő műsorunkban 11 óráig. A következő meghívott vendégünket engedjük meg, hogy felkonferáljam. Füzesi Nórát köszöntjük, a Bajai Református Egyházközség hitoktatóját, a Bajai Televízió híradós műsorvezetőjét, és egyébként az önkéntesség témakörében most nálunk kárpátaljai önkéntes. Köszöntünk, engedjék meg a rádióhallgatók, hogy tegeződjünk nagy szeretettel a műsorban. Örök, hogy elfogadtad meghívásunkat, és ma beszélgethetünk itt az önkéntesség témaköréről. Áldást, békességet kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat és testvéreket. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerezd dicsőséget, szeretetedért és hűségedért, jegyzi a 115. Zsoltár első verse. A kérdés nem igazán az, hogy ki vagyok én, hanem hogy kié. Megköszönöm a lehetőséget, hittapasztalásom nyomán kívánok tanúvallomást tenni. Tanító vagyok, református vallástanár, nevelő, lelkipásztori munkatárs, kegyelmi ajándékkal bíró, szolgáló, presbiter. Gyülekezetem a Bajai Református Egyházközség a Megtartó Isten kegyelméből augusztus 18-án éli meg 211. éves fennállását. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Nappal, bús éjjelen, az Úr mindig velem. Zengjük az új református énekeskönyv 799. énekét, kárpátaljai magyar református testvéreink himnuszát, a háború kitörésével összefüggésben Isten tiszteleteink zárásaként a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálatának felhívását követve, kifejezve az Istenben megélt egységet, mely ebben a minden tekintetben próbára tévő helyzetben is összeköt bennünket. Tesszük ezt a szolidaritás jegyében, mely szó igen divatos az utóbbi időben, és amelyet én szívem szerint kerülök. A szociológiai megközelítés helyett a bibliai megfelelőjét szeretném előhívni. Ez pedig a fele baráti szeretet, a testvéri összetartozás. Így keresve az emberi közösségvállaláson, kölcsönös kötelesség és segítségvállaláson túli töbletet, mely keresztjén mi voltunkat táplálja. Értem ezt társadalmi egymásra utaltságon, közérdeken túlmenően, mely cselekedet és gyakorlat túlárad a szociális juttatásokon, továbbá az istenképű szeretett teremtményre irányul. Krisztus szeretetében való cselekvés, lelki kapcsolódás, a keresztény lelkületű meghallgatás, enyhítés és melléállás miben léte. Nem csak kárpátaljai testvéreinkért való imádkozás, hanem velük együtt való imádkozás. Chapman után szabadon a szeretet nyelvén szólni az ajándékozás mellett helyett, minőségi idővel, elismerő szavakkal, szívességgel, készfogással, öleléssel. Be kellett látnom, hogy nem ismerem, milyen bánat húzza a testvérek szívét. Mi az, ami a félelmüket kelti, miben áll kétségük. Az együttérzés bennem rekedt, nem akadt társra. A gyülekezetemben, mint Krisztus testében való kapcsolódásban, kapcsolatban, szolgáló jelenlét helyett távol létben rostokoltam. A humanitárius válságra a világ reflektált, digitális adományozó platformokat keltettek életre a segítségnyújtásra, az adományozás a hétköznapjaink része lett, mert mindennapi pénzügyeink intézések közben pár gombnyomással vagy kattintással támogathatunk különböző kezdeményezéseket. Úgy szól a motto, hogy hatással lehetünk mások jövőjére. Dicséretes megmozdulás, de nem az enyém. Élénk töredelem, túlzás nélkül mondhatom nyughatatlanságom, mint zavart tenger akkor ért kikötőbe, amikor egy hónapnyi önkéntes szolgálatomra indulhattam magyarból. Menyhárt István nagy tiszteletű úrral összeállítottuk a beosztást a napjaimra vonatkozóan. Felnőtt cigány misszióban, felzárkóztatásban készülök helytállni hétfőnként, ahol a hitéleti alkalmak mellett tisztálkodási és főzési lehetőséget nyújt a Mezővári Egyházközség hátrányos helyzetű fele barátainknak. Igen, épp azt akartam megkérdezni, egyébként mivel foglalkozik, miért mi az, ami kitölti az egy hónapot, és mik voltak azok a belső megtapasztalások, amik úgy menjük akár a cigány misszió kapcsán, a cigány misszióról mesél, mit lát, mik azok az érzések, amik először az első napokon megfogalmazottak önben. Igen, már egy hetet magam után tudhatok, tehát úgy beszélek, mint aki már megletten itt beszél a dolgokról. Az első kérdésére válaszolva tovább megyek, tehát kedden, szerdán a rehabilitációs központban, fogyatékkal élő ifjak foglalkoztatásában, fejlesztésében veszek részt. A fiatalok főként idegrendszeri betegségben szenvednek, mely a viselkedés különböző torzulásával és fizikai korlátozottsággal jár.
sokan közülük nagyon rossz körülmények között élnek, így az is szükségszerű, hogy a családjaikat támogassák. Csütörtökön a Magyar Óvodában szolgálok, 17 fős vegyes életkorú csoportban, és pénteken a Cirgány Oviban töltöm a napom a pulyákkal, mely munka hasznot nem vár, csupán mások hasznára ad. Így a második kérdésére feleletként ezt szeretném aláhúzni, hogy egy olyan tapasztalás, amivel találkozhattam, felismerés, hogy az egyházunkban nagyon gyakori az olyan törekvés, hogy hasznot várunk, hasznot keresünk. Legyen ez gyülekezetépítés, egyháztagság, vagy keresztelők, esketések száma, statisztika növelése. Ez is nagyon fontos dolog, de ebben a cigány misszióban, és leginkább a gyermekek közötti cigány misszióban döbbentem rá, hogy van egy olyan terület, ahol semmilyen hasznot nem vár az ember, és nem remél, csak Istentől. Itt olyan haszon van, amit másoknak, másokra élünk. Ez egy nagyon szép élmény számomra. Megrázó volt hallani a vasárnapi hirdetés kapcsán, hogy a szétszakított családok, otthonukat, kényszerűségből elhagyók közösségét, a kicsiny szükséget szenvedő gyülekezetet, köztük a mezővárbéli eklézsiát is körlevélben hívja fel a gazda egyházkerület a szükséget szenvedők megsegítésére a Magyarok Kenyere elnevezésű program kapcsán, úgymond a valóban nehéz sorban élőkért. Ebben a formában meglátásom szerint több mint segítségnyújtásról beszélünk. Ez az Istennek tetsző böjt, a Szentírás tanítása szerint hova tovább hitvallás. Ézsaiás proféta könyvének 58. fejezete indított meg utamon, és a törekvésem ezen az úton maradni határtalanul. Talán amikor ide érkezik Bajáról egy anyországi szakmabeli, mik azok azok a félelmek, érzések, amiket keres, vagy amiket megtapasztal? Ugye sok mindent megfogalmazott már különböző életbölcsességeken keresztül, egyfajta kivonatot hallhattunk, de ezért az emberi szempontból azokban mindig valami újat tapasztal itt az ember, amit lehet, hogy a világ, a Kárpát-medence más pontjain nem így tapasztal. Kárpátalja sok szempontból másokfajta, másképp gondolkodunk, másképpen látunk bizonyos dolgokat, és a tartalom is sokszor egy picikét fűszeresebb, vagy éppen másképpen fűszeresebb. Mik voltak azok a különbségek, amiket itt látott nálunk, amit az elmúlt egy hétben megtapasztalt? A hálaadásnak a formája, hogy milyen mélyen tudnak hálát adni azért, ami van. Amíg mi templomfelújításokért és egyéb infrastruktúrális dolgokért adjuk a hálánkat, és tesszük össze a kezünket, addig itt, hogy fel kell a nap, hogy felkelhettem, hogy aratás van, hogy ha nem is bőséggel, de hogy itthon az vagyunk. Igen, hogy itthon lehetünk. Nem is bőséggel, de adja az esőt. És ebből csak tanulhatok, vagy csak tanulhatunk, úgy gondolom. Illetve az elégedettség, hogy nem érezni azt, hogy hiányt szenvednek, mert egy kis szomorúság áthatja a régiót. Ez azonnal érezhető volt, ahogy átléptem. De egy kettősség, tehát egyrésztről szomorú, másrésztről pedig az elégedettség. És egyrésztről kilátástalanság, bizonytalanság, másrésztről pedig egy meglett szép élet. Mindenki teszi a dolgát, és a verejtékével rendben tartja azt, amit kell. Azért is tartjuk fontosnak, hogy beszélgetőségünk az önkéntességnek a formájáról, mert azt tapasztaljuk, hogy erről beszélünk a legkevesebbet. Sokszor nagyon sok ember nyelvtől, nemzettől függetlenül benne van egy óriási raktárban, és napi 14 órákat dolgozik, és nem is tudnak róla a világ másik pontján, hogy ezek itt vannak, és időt, energiát, verejtéket szánnak arra, hogy ez a dolog működjön. Jönnek olyan emberek, akik egy hónapon keresztül deszállják erőket, energiájukat, szívüket, tudásukat, megtapasztalásaikat, hogy azokban a szolgálatokban, ahol egyébként szükség van, a békeidőben is, ott, ahol megnövekedett szükség van, újra odaálljanak, és egyfajta segítőeszközei legyenek, hogy megfogalmazta semmi nélkül, hanem valamiért. Talán ezek a területek a leginkább nem fókuszban lévő részek, ezért is tartjuk fontosnak, hogy beszélgessünk erről. Belső motivációk mik voltak, hogy eljön egy hónapon keresztül Kárpátaljára? Egyrészt visszacsatolnék a mondandója első részére. Gyakorlatilag ez így jól van, ez így rendjén van,
hogy erről kevésbé hallani, azt gondolom. Zavarban voltam, amikor ide meghívtatok, mert nem szerettem volna kültöltetni magam előtt, és a Szentírás egyértelműsíti számunkra, hogy ha adunk, akkor úgy tegyük, hogy ne tudja a balkész, hogy mit tesz a jobb. És ez egészen más, mint amit a világ sajtó nyilvánosan oda tesz a nézők, hallgatók elé. Másrésztről, hogy tovább megyek a válaszolván, az indítatásom az gyakorlatilag ez a fajta nyughatatlanság, amit már említettem, hogy ettől többet adott a Jóisten számomra, mint hogy négyegyű számokat pötyögjek be egy telefonkészülékbe, ezzel nem megszólva azokat, akiknek csak erre van lehetőségük, de azt gondolom, hogy mindenkinek felelőssége felmérni és felismerni azt, hogy személyére szabva mi az, ami adatik, és magából másoknak adatik. És ez a szolgálatomból, a gyerekek közötti szolgálatból is adódik a nyári szünetből, hogy én megtehetem, hogy itt vakációzom. Mi az, amit eddig kapott az emberektől, akikkel találkozott? Jaj, nagyon sokat. Többet, mint amennyit én tudok adni. És nyitottságot, közvetlenséget, testvériséget, szeretetet, ölelést, puszit, bújást. Megtanultam, hogyan kell etukától, hogyan kell rántást készíteni úgy, hogy nagyon szép legyen a leves. És ezt egy kifőzdében, tehát ahol többek számára főzik az ebédet, hogy hogyan kell kollektívában reggel úgy kávézni, hogy kölcsönös megbecsüléssel legyünk egymás iránt, és hogyan kell úgy beszélni a másikról, hogy egy becses személy, és mennyit jelent a közösség számára. Krisztus tagjaként szükségünk van egymásra, és nem mondhatjuk azt egymásnak, hogy nincs rá szükség. Ezt itt tapasztaltam. Ahonnan eljöttél, ott hogy látják most az életedet egy hete? Mennyire, gondolom, aggódtak, hogy mégiscsak egy olyan országban, ahol háború van 500 kilométerrel odébb, hogy mit is fog itt csinálni majd a hozzátartozónk? Igen, megfogalmazódott bennük, nem is eresztettek, tehát gyakorlatilag ezt kérdezték a testvérek, hogy hogyan engedtek el, tehát ők nem engedtek el engem, én jöttem, tehát én áttörtem, a határ volt az, ami megállított, de az is csak egy másfél órányira, és hát aggodalommal, de biztosítottak a felől, hogy felelősséget vállalnak értem, a helyzet megengedi azt, hogy ne kelljen félelemmel belépnem, ne kelljen félelemmel itt éljek, és ami az én tarsolyomban, tarisznyámban a pakoláskor bekerült elsőként, az a hit, a hitem, és ez nagyon fontos dolog tudomásul venni, és tudni, hogy a félelem egyetlen egy ellenszere, vele fegyverezhető az a hit, és hogyha a félelem nő bennünk, az amiatt van, mert a hitünk gyengül, és erre itt lehetőségem van, hogyha elfog a félelem, mert azért rajtam is átfut egy-két dolog kapcsán, akkor hitben kell, hogy erősítsem magam, felerősítsem, hogy meg tudjak maradni ebben a vállalásban. Füzesin úrának köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, sok erőt kívánunk és áldást kívánunk az életére, munkájára, önkéntes idejére, amit itt ott közöttünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldását kérem és kívánom mindannyiuk életére.